Nagy az izgalom a vadonatúj nyíregyházi atlétikai csarnokban. A sporttáborban résztvevő gyerekek most először találkoztak a komplexummal, de gyorsan megbarátkoztak vele. Azt tetszett a legjobban, hogy volt futópálya. És aztán ugye megjött a két legjobb barátnőm, Szonya és Fanni, és aztán bementünk abba a kék szőnyeges, nem tudom mibe, és azon így elkezdtünk beszélgetni, meg így többfajta balettmozdulatot. Az anyukám szervezte nekem ezt az egészet, mert tudja, hogy nagyon szeretek focizni, meg nagyon szeretek sportolni. A napközi sporttábornak kívánni sem lehetne jobb helyet, mint az új atlétikai csarnok, ahol számos izgalmas és a testmozgást előtérbe helyező foglalkozást szervezhetnek a pedagógusok. Ez egy sport és élménytábor, aminek az alapillére a sport, de mi igyekeztünk a tábornak a programját úgy összeállítani, hogy az változatos legyen. Nem csak az atlétikának ad teret ez a gyönyörű létesítmény, hanem sok más sportágnak is, mint a kézilabdának, kosárlabdának, labdarúgásnak, atlétikának, floorballnak is még sorolhatnám. A komplexum hazai és nemzetközi versenyeknek is helyt ad. Néhány héttel ezelőtt például a testépítők megmérettetését rendezték itt. Mivel a csarnok több mint 11 000 négyzetméter alapterületű, és csaknem 700 fő befogadására alkalmas lelátóval rendelkezik, látványos események helyszínéül szolgálhat. Hellebrand Máté a tokiói olimpiára készül, a kvótája már megvan, így ország világ előtt mutathatja meg, mire képes. Az ország legsikeresebb gyaloglója az elsők között próbálhatta ki a nyíregyházi atlétikai centrumot, és azóta el sem tudná képzelni máshol a délutáni edzéseit. Ilyen szinte csak a nyugati országokban láttam, szóval tényleg nyugodtan kijelentettem, hogy az világszínvonalú, és amúgy nagyon kritikus szoktam lenni, de tényleg csak pozitívumokat tudok mondani. Az olimpiáról már itt készülök. Itt egy helyen megvan minden, és minden jó, nagyon jó minőségben van megcsinálva. A nyíregyházi atlétikai csarnok a Modern Városok program segítségével 100%-ban hazai forrásból 7,5 milliárd forint felhasználásával jött létre. A szakértők azt mondják, hogy a 24 szobás sportszállóval, külső pályákkal és lelátóval is kiegészített komplexum a maga nemében páratlan Közép-Európában. Itt a tollaslabda, a judó sportág, a vívás is megtalálta az otthonát, és fognak jönni a fiatalok, az utánpótlás nevelés, és az élsport képviselője is, sőt még az amerikai foci is, hiszen nem csak fedett létesítményről van szó, hanem kültéri sportpálya is hozzátársul. Magyarország kormánya nagy hangsúlyt helyez az egészség megőrzésre, amihez a rendszeres mozgás minden korosztály számára elengedhetetlen. Ehhez viszont 21. századi sportlétesítményekre van szükség, amelyeket gyerekek és felnőttek egyaránt örömmel használnak. A szabolcsi megyeszékhely modern komplexuma minden igényt kielégít, hiszen az élsport kiszolgálása mellett a helybéliek testedzésében is fontos szerepet játszhat. Ha egy város arra ténylegesen igényt tart, hogy legyenek sportlétesítményei, és azokat tudják használni, egészségesebbé is válik. Úgyhogy a pandémia időszaka is rámutatott arra, hogy egyetlen egy eszköz van a kezünkben, hogy meg tudjuk tartani, őrizni az egészségünket, az nem más, mint a sport. És hogyha a szabadidősportolók jönnek, a családok jönnek, akkor itt fogjuk betartani a fiatal gyerekeket is, és nagyon erős lesz az utánpótlás nevelés és az élsport is. A nyíregyházi atlétikai csarnok felszerelése folyamatos, rövidesen újabb sporteszközök, berendezések és bútorok érkeznek majd. A kormányzati forrásból megvalósult beruházás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Nyíregyháza az élmény és konferencia turizmus mellett a sportturizmus egyik kiemelkedő helyszíne legyen.